Az egykori komlói kenyérgyár területére ma már szinte rá sem lehet ismerni. Az elmúlt években ugyanis egy teljesen új ingatlan épült a Berek utcában. A Baranyai városban mostantól egy modern, korszerű vásárcsarnok és piac várja mind az árusítókat, mind a vásárlókat. Most nyugodtan engedjük őket ide, mert van egy 1500 négyzetméteres megújult épületünk, több mint 10 000 négyzetméter új parkoló burkolt felületünk. Ez a teljes beruházás különben 734 millióból valósult meg. Ebből 500 millió forintot topforrás, 137 milliót kiegészítő kormányzati támogatás, 97 millió forintot pedig a komlói önkormányzat önerőből biztosított. A beruházás során több mint 100 kültéri asztalt, 16 beltéri árusítóhelyet és 5 raktárhelyiséget alakítottak ki. Látványosan fejlődik Komló, mondta Hoppá Péter az épület ünnepélyes átadóján. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, ehhez elengedhetetlen volt a lakosság kitartása, a polgármester tenni akarása, de szükség volt egy jól működő pályázati struktúrára is. Amelyikben az ilyen és ehhez hasonló ügyeknek helye, szerepe van, és olyan kormányzati döntésre, hogy az Európai Uniós pénzeket, azokat nem holmi vacak felújításokra költik, nem ilyen látványberuházásokra, nem szökőkutakra, hanem ilyen és ehhez hasonló égető szükségletű városfejlesztési kérdésekre. Őri László azt mondta, Komló az egyik legsikeresebb település Baranyában. A megyei közgyűlés elnöke emlékeztetett, az elmúlt években számos pályázatot nyert a város, melyben a kormány és a baranyai önkormányzat is partner volt. 15 program mintegy 4,7 milliárd forintból tudott megkezdődni, vagy részben már el is készülni itt Komlón. Ennek része az ipari park fejlesztés, barnamezős beruházás, de része óvoda bölcsöde felújítás, ugyanúgy, mint a most átadott új piac is. Az eseményen elhangzott, a munkálatok a terv szerint haladtak, hiszen a kivitelezési határidő december 31-e. Az új piac és vásárcsarnok november 30-ától hosszabbított nyitvatartással nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt.